Nem sikerült a bravúr a hazai közönség előtt a marcai csapatának, köszönhető ez a sok technikai hibának. Védekezésben nem jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, mégis a támadásaik sorra eredményesek voltak. Az első félidőben már 8 gólos előnnyel mentek az öltözőbe. A második félidő elején folytatódott a tendencia, a vendégek az ellopott labdákból voltak eredményesek. Ebből alakult ki a legnagyobb különbség, a 45. percben már 15-25-re vezettek. Rövid időn belül a fekete gólyák csapatából Bence a harmadik két percesét kapta, majd Bíró sérült meg, ami komoly zavarokat okozott az együttesnek. Nagyon gyengén kézlabdáztunk, hát az első fél időben voltak jó idő, illetve az elején gyengén védekeztünk, aztán följöttünk, volt egy jobb időszakunk, de hát a második fél idő az gyalázat volt. Hát a kapus teljesítmény az egész meccsen, szinte alig volt védett labda. Itt aztán az utolsó negyed órában a Dorci kiállítása után, mint hogyha megzakkant volna az egész társaság. Ráadásul itt egy-két ember teljesen akarat gyengén játszott. Tehát én ebből a szemben sokat többre becsülöm a marcainak a küzdését. Itt egy-két emberünk az nem tudta, hogy hol a helye szerintem. Ritkán hallani azt, amikor nagy különbséggel győz egy csapat, hogy az edző kritikusan nyilatkozik a csapatjátékról és a játékosairól. De hát azért összességében erősebb csapat ez a Szekszárd, én úgy érzem. Hát erről beszélek, hogy az ellenfelet avval kellene megtisztelni, hogy odafigyelek egész mérkőzésen, és a 40. percben nem fejezem be ezt a mérkőzést. Most amellett, hogy a két játékvezető is teljesen, én nem tudom, hogy ők melyik meccset fújták, de hogy ezt nem, az biztos. Az utolsó percekben már közelíteni tudott a Marc Ligárda. Ugye a kézilabda kettő fél időből tevődik össze, hogyha az egyik nem működik, sajnos a mai gyors kézilabdában már 7-8 gólt nem lehet hagyni az ellenfélnek, nem lehetetlen, de adott esetben mi most ezt nem tudtuk ledolgozni. Valóban a második fél idő jobbra sikerült, de még ott is rengeteg sok hiba volt. Voltak biztató pillanatok a játékainkban, de hát van munka, úgyhogy megyünk tovább, dolgozunk a lányokkal, és a hibákat próbáljuk kiavítani. Azért el kell mondani, hogy ez a Szekszárd, ez nem rossz csapat, hiszen ugye az NB1B-ből kieső csapat, tehát azért olyan ritmusban kézilabdáznak, ott azt szokták meg. Ez látszott is egy kicsit a védekezésünk, ott akadozott is. Hát dolgozunk tovább. Tehát nem is kell egyébként elkeseredni, mert most azért két olyan csapattal játszottunk egymás után, akik egyébként is a tabellán ugye előttünk állnak, és mind a két csapatot én jó csapatnak tartom. Nagy bravúr lett volna, hogyha esetleg a Szekszárdot nekünk sikerült volna hazai pályán megnyerni, de ez most nem így alakult. Most megyünk, és Kanizsa a következő állomás, aztán valóban olyan csapatok, ahol már tényleg nyernünk kell. Végeredmény Marcli VSS-e, Szekszárdi Fekete Gólyák KC 25-31.